A tudás, a tapasztalat, elhivatottság és tenni akarás, melyek évtizedek óta jellemzik az intézmény mindenkori munkatársait, példaértékű és elismerésre méltó. Ezzel a gondolattal köszöntötte Filóni Ferenc Ibolya Bonyhádváros polgármestere a Szociális Munkanapján közösen ünneplő szakembereket, akik egyben intézményük fennállásának 50. évfordulójára is emlékeztek ezen a napon. A központban sokrétű feladatellátás zajlik, hiszen működtetik az idősek klubját és otthonát, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat látnak el, vagy éppen házi segítségnyújtásra szorulóknak nyújtanak hathatós támogatást. 1972-ben az akkori községi tanács végrehajtó bizottsága döntött úgy, hogy létrehoznak egy intézményt, a mostani elődjét, és 50 év azért azt gondolom, hogy jelentős időszak egy ember életében is, de még inkább egy intézmény életében, és szerettük volna a mai nappal ezt is összekötni, és egy olyan közös ünnepléssel az intézmény valamennyi dolgozóját és egykori dolgozóját meghívva egy olyan feledhetetlen estét szervezni a dolgozóknak, amit bízom benne, hogy ők is majd így éreznek. Ez egy olyan szakma lehet, amiben azért a mindennapi munkám során én is egyre inkább belelátok, hiszen egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ugye a veszélyhelyzet azért szinte napi szinten megkövetelte azt, hogy az intézmény vezetésével és kollégákkal folyamatosan együtt dolgozzunk, és én csak úgy tudom ezt értékelni, hogy megközelíteni, vagy választ adni erre a kérdésre, hogy csak úgy látom, hogy ez egyértelműen nem pénzkérdés, ez tényleg a legnemesebb értelemben hivatás, amit a kollégák végeznek, mert ezt másképp nem lehet. Időseket gondozni, olyan családok mindennapjába belelátni, segíteni rajtuk, akik nehéz sorsúak, nem csak anyagi helyzetet tekintek itt nehéz sorsnak és nehéz helyzetnek, hanem egyéb élethelyzeteket is, amikor külső segítségre szorulnak, és mindez megadatik ennek az intézménynek a szolgáltatásaiba, hiszen nagyon széles a skála, a házi segítségnyújtástól kezdve a jelzőrendszeres szolgálaton keresztül, a gondozáson, az ápoláson keresztül, a klubfoglalkozások, és ahogy említettem, a fiatal családoknál pedig a család segítése, a gyermekek gondozása is beletartozik ebbe a munkakörbe, nyilván mindenkinek a maga területén, hiszen sokan dolgoznak, több mint 50-en az intézményben. Ez csak szívvel és lélekkel is hitből lehet, és tényleg hittel és meggyőződéssel csak ezt tudom ismételni. Én csodálom őket, hiszen nap mint nap nagyon nehéz lehet azt végigvinni, hogy este a saját családjukhoz úgy mennek haza, hogy egyébként nagyon sok más embernek is segítettek, de ez ugyanakkor jó érzés is. Bonyhádváros második alkalommal adja át ezen a jeles napon a Molnár Józsefné díjat, melyet ebben az esztendőben Sebestyén Orsolya a központ újra kinevezett igazgatója lehetett át. A város abban a ritka helyzetben van, hogy a díj névadója a szakma dohányja még a napi kapcsolatban állhat munkatársaikkal, segítve őket meglátásaival, tapasztalataival. Teljesen más kép foglalkoztatják a gondozó, mert én szerintem, ha fölveszik, már másképp tájékoztatták. Akkor majdnem, hogy szégyen volt, hogy valakihez egy szociális gondozó járt, hogy az a család nem tudta ellátni azt az időset. Hát milyen gyerek az ilyen? Ugye, hogy, tehát még majdnem úgy volt, hogy meg kellett küzdjek a családdal is, hogy hát oda megyek naponta, nagyon sokszor kétszer is. Te voltam olyan, vagy 8 órakor este még a férjemmel elmentünk sétálni arra, és megnéztem, hogy a néni jobban lett-e, vagy maradt-e olyan állapotban, hogy meg ugye akkor még nem volt telefon. Nem tudtam oda telefonálni, vagy ő nekem telefonálni. És most a gondozónők ellátva telefonnal mindennel, tehát egy teljesen más. Én nagyon szeretem, én a mai napig, hát én is már 80-on túl vagyok, úgyhogy én most már engem kellene szeretgetni, de hát én nagyon szeretem. Én még most is elveszem a szatyrot, úgy biztos, hogy gondolja az illető, hogy Úristen. De én elveszem, aki rosszul megy, vagy látom, hogy a lába fáj, vagy valami. Adja ide, hazaviszem a kapuba, leteszem is. Az utcába ekkora gyerekek között köszönnek, messzire csókolom, Erzsi néni. Egy ilyen, tudom én nagyon szeretek segíteni máson. Ahhoz, hogy valaki magas szinten művelje a szociális gondoskodást, nagyfokú elhivatottság szükséges, hangzott el többször is az est folyamán.
Azok, akik naponta veszik le a terhet mások válláról, valahogy másképp szemlélik a világot. 2021-ben, pontosan egy évvel ezelőtt én kaptam ezt a Molnár József díjat. Ez egy hatalmas elismerés a szociális munkának, tulajdonképpen a legnagyobb elismerése. A munkámat még intenzívebben, még erőteljesebben végzem. Azt gondolom, hogy ez egy olyan elismerés, ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és a mindennapokban tényleg a díjnak megfelelően kell az embernek a munkáját végezni. Azt látjuk, hogy minél többen jelennek meg a szociális szférában, minél több embernek kell segíteni, egyre több rászorulót látunk, sokkal nagyobb a kihívás, mint a korábbi években. Én azt gondolom, hogy a mai társadalmi helyzetben egyre nagyobb szükség van a szociális munkásokra, a dolgozókra. Egyre több az idős ember, egyre több a beteg ember, és igen, azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van rá. Ha mi nem vagyunk, ezek az idős emberek nincs, akire igazán támaszkodhassanak, és nagyon sok család a munkáját nem tudja lemondani, hátrahagyni, és igen, itt jövünk mi a képbe, ahol nagyon-nagyon fontos szerepet játszunk azzal, hogy oda megyünk, megreggeliztetjük, megebédeltetjük. Sokszor a legkisebb dolgok jelentik a legnagyobbat. Egy kedves szó, egy simogatás, ami azt hiszem, hogy a mai rohanó világban elmegyünk egymás mellett, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy az idős ember érezze, hogy őrá szükség van, és ameddig él, azt méltóság teljesen szeretetbe élhesse.